Mi az élet értelme? Amikor egy financiális válság, gazdasági válság vagy társadalmi válság van a világban, az emberek elkezdenek gondolkodni az élet értelméről. Mi ennek az értelme? Mi az egésznek a lényege? Vannak bizonyos értékeim, és most úgy érzem, hogy ezek az értékek összeomlottak, akkor vannak valami valódi, abszolút értékek az életben egyáltalán? Tehát az emberek elkezdenek keresni. Kétségtelenül az a kérdés, hogy mi az életem értelme, miért élek, mi az élet jelentése, mi az élet célja, mi az én célom, mi a létezésnek a célja. Nem csak az enyém, hanem az egész emberiségé, akinek én a része vagyok. Ezek a kérdések, ezek csak növekszenek, mivel mi egy evolúciós folyamaton keresztül megyünk keresztül, és az egónk az exponenciálisan növekszik. Ugye az ego növekedése maga az evolúció. Ez a növekvő ego követel egy választ, követeli a beteljesülést. Pontosan a beteljesülésnek a hiánya az, amely tol minket afelé, hogy a beteljesülést keressük, de nem azáltal, hogy előző értékeket és dolgokat kergetünk, amelyekkel kapcsolatban elvesztettük illúziónkat. Ne térjünk vissza a régi dolgokhoz, hanem próbáljuk egy más helyen keresztül keresni, és ez a másik hely nagyon különleges, mivel az a közöttünk levő helyes kapcsolaton keresztül van. Amikor mi a természetet nézzük, mi az, ami a természetet életre kelti? Az ellentétek, amelyek valahogy képesek összekapcsolódni, és életet hoznak létre közöttük. Amikor plusz és mínusz összekapcsolódik, az életet hoz létre, valamit, amit életnek nevezünk. Az egyik vagy a másik egyedül nem képes ezt az eredményt létrehozni, hanem csak is a helyes integráció közöttük képes. Az emberiség manapság egy olyan állapotban találja, ahol mind a jobb, mind a bal, szélső jobb, szélső bal jelen van az emberi társadalomban. Nekünk csak azokat meg kell tanuljuk helyesen összekapcsolni, és akkor felfedezünk egy tökéletes életformát, a jó és csodálatos életet. Ez vár ránk, és ez az, amit elérhetünk.